1916-ben született. 1939-ben szentelték pappá, ezután diplomázott, mint magyar-német bölcselőszakos tanár. A budapesti Bencés gimnáziumban tanított, amikor Mindszenty herceg primás megkérte, hogy Slachta Margit pártjának oldalán vegyen részt a 45-ös választási küzdelemben. A kommunisták kezébe csúszó hatalom és a sajtó sokat támadta beszédeiért. 1946 nyarán letartóztatták. Az Andrássy út 60-ból az oroszokhoz került. Kihallgatás. Gumibot, vasúd, pisztoly és végül 10 év munkatábor a Gulágon. 25 évvel ezelőtt, ami történt, hát azóta azért sok minden alakult, változott, és én azért úgy nagyon vonakodtam ettől a mai beszélgetéstől. Semmi, de semmi nem taszít annyira, mint hogy azt a látszatot keltsem, hogy én valami hős, vagy valami vértanú, vagy valami tanúságtevő voltam. Hogyha valamit tudok mondani a életem során előforduló sok mindenről, hát mondjuk különösen a 10 esztendős Szovjetunióban töltött börtönömről, ráger életemről, csak azért van, hogy úgy hiszem, amit ott az Úristen fölismernünk adott, ott nagyon-nagyon sok minden található, olyasmi is, ami mindannyiunk számára a saját életünkben is felhasználható. Én csak azt tudom mondani, hogy az Úristen abban a 10 esztendőben is annyi kegyelmet adott, hogy végső soron töretlenül, Istenbe kapaszkodó hittel, sőt, nyugodtan merem mondani, hogy boldog emberként tudok élni ma is, mindannak ellenére, amit hát az utolsó 41 néhány esztendőben átéltem. Akkor, amikor letartóztattak, nagyon fölkészületben voltam erre. Hát se a szüleim, se a rendem nem arra nevelt, hogy börtöntöltelék legyek, és abban az időben még a katolikus papokat nem volt divat letartóztatni, úgyhogy egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy mit akarhat az Úristen most velem. Nagyon bántott az, hogy a rendemnek hátránya származhatik ebből, vagy hogy az édesanyámat, aki súlyos beteg volt és idős volt már akkor, hogy azt a sírba kergetem ezzel. Úgyhogy nagyon-nagyon rossz helyzetben voltam az Andrássy út 60-ban és a Markó utcában is. Az Úristen jött segítségre egy olyan eseménnyel, amit muszáj elmondanom, mert ez volt a fordulópont a saját talajvesztésem után, vagy abból mentett ki. És ebben ezért mondtam, hogy nem vagyok hős, hanem ugyanolyan ember vagyok, mint bárki, aki az ilyen szituációban természetesen elbizonytalanodik. Na most mit csinált az Úristen? Csodálatos volt. Már a elítélésem után, amikor a Konti utcai börtönben voltunk az oroszoknál, abba a kitüntetésben részesültem, hogy a reggeli elköltése után, hát ezt egy laborból hatan a cellatársak egy-egy kanállal elköltöttük, utána azt a kitüntetést kaptam, hogy kivittek a folyosóra és a vécékre takarítani. Ez nagyon sokat jelentett, mert nem kellett egész nap benn ülni csöndben a cellában, és abban az időben volt a Nürnbergi Nemzetközi Bíróságnak a pöre, és hát roppant érdekes volt, hogy egy picike kis újságdarabot találtam valahol és elolvastam, hát a kapcsolat a világgal. Persze az a szovjet katona, aki géppisztollyal kísért mindenhova, hogyha vödörrel mentem a csaphoz vizért, roppant unta magát. Minden nap más katona volt a szolgálatban, de unták magukat, fütyörésztek, énekeltek, nagyon keserves volt számukra. De valahogyan akkor úgy eszembe jutatta a jó Isten, hogy ha ő nekik szabad fütyülni, szabad énekelni, akkor nekem is szabad dudolnom, szabad énekelnem. Hát persze én magyar nótákat dudoltam, mert a cellában mi tudtuk, hogy ott mindenkinek a füle annyira kiélesedik, hogy milyen zaj van a környéken.
Tudtuk mindig, most ez jön, most az jön. Hát hadd tudják meg a cellákba, hogy hát e magyar ember, mert ott mindenféle náció volt. Mondtuk is, hogy világproletáriai egyesültek. Szóval, de hadd tudják meg, hogy magyar takarítja ott a folyosót. Aztán a következő nap, meg a harmadik napon mindig bátrabb voltam, ezt nem gondoltam én az ég adta világon semmit se, de hogy a Szentlélek Úristen súgta, az biztos, hogy hát nem érti ez a jó ember a magyar szót, hát akkor nekem nem kell a magyar nótának a szövegét énekelnem. Én akkor elénekelhetem azt is, hogy egy katolikus pap vagyok, és hát én itt takarítom a folyosót. Pláne az egyik folyosónak a végén, ott 6 cella volt, ezek voltak az úgynevezett halálkamrák. Abban az időben 32 halálra ítélt volt benne, ezt úgy megtudtam, és ott ténylegesen elénekeltem, hogy katolikus pap vagyok, és aki a szentgyónását el akarja végezni, bánja meg a bűneit, és én megadom a feloldozást, és a cellába kitaláltam, hogy a Nincs cserepes tanyám című nótára, nem tudom mennyiben ismerős ez manapság, akkor ez eléggé ismerős volt, akkor ő még a feloldozást a Szent Jónásban latinul mondtuk, roppantul beleillett, hogy ego te absolvo a peccatis tuis. Szóval elénekeltem a feloldozást egymás után, naponként, de még akkor se éreztem, hogy mit jelent ez. Találkoztam valakivel, mégpedig a fürdőbe, mert a szabály az, hogy amikor más helyre kerül egy ilyen rab, akkor leveszik a ruháját, hogy fertőtlenítsék őnek, ő pedig a fürdőbe kell mennie. Ott egy gyöngyös melletti fiatal ember, ő pucéran, én pucéran, oda jött, hogy én voltam az, aki ott énekeltem a folyosón, mondom én. És akkor azt mondja, hogy te nem tudod elképzelni, hogy milyen hatása volt annak nekünk, halálra ítélteknek, mert ő is a halálkamrában volt, csak közben kegyelmet kapott, és 10 éves, mint 10 éves elítélt, így találkozhattunk csupán. Azt mondja, te mindenki másképp reagál a halálos ítéletre. Volt, aki egyáltalán megközelíthetetlenné vált, buskomorrá vált, volt, aki mindenre kirobbant, de akkor, amikor mi meghallottuk, amit te ott énekeltél, akkor mi elkezdtünk suttogni egymás között, hogy csodálatos ez az Isten, hogy ide küldött nekünk egy papot, hogy bennünket föloldozzon. Hát csodálatos az, hogy ennek milyen hatása volt, az emberek mit nyugodtak, az emberek valamiképpen el tudták képzelni a jövő szörnyűségét is a saját módjukon emberien. És nekem akkor esett le a tantusz, hogy ilyen egyszerűen mondjam, hogy hiszen nekem itt hivatásom van. Hát hiszen nem az az érdekes, hogy a szovjet büntető törvénykönyv 58-as paragrafusának a 2., a 8. és a 11. pontjával ítéltek el 10 esztendőre. Abszolút nem tudtam, hogy mit jelentenek ezek a pontok. Azt nem tudtam, hogy a 2. az antibolzsevista propaganda, amit sem nem is tagadhattam. De nem ez volt a lényeg. Az Úristen sakkozott, kártyázott az emberekkel, és engem azért küldött ide, hogy én tartsam a lelket a fogolytársaimban, legalábbis azokban a magyarokban, hiszen egy-egy fogolylágerben 1300-an, 1400-an voltunk, és hát rengeteg volt, mindegyikben volt 100-ával a magyar. És ez volt az én hivatásom. Ezért nem szeretek én beszélni most az ottani szörnyűségekről, meg a szenvedésekről. Mások úgyis beszéltek már arról eleget. Én nekem sokkal könnyebb volt átélni azt a 10 esztendőt, nem csak azért, mert a szüleim, hála legyen a jó Istennek, szigorúan neveltek, nem csak azért, mert a cserkészetben annak idején az önálló és az igénytelen életre neveltek, nem azért, mert Pannonhalmán is az aszketikára, a komoly életre szoktattak, meg aztán azért is, hogy ott mindenki tudta rólam, hogy katolikus pap vagyok, én nem roppanthattam össze, mert akkor mindenki előtt a kereszténység, a krisztusi hit az mondana csődöt. Ezt még nem lehetett megengedni, úgyhogy nekem sokkal könnyebb volt. Persze elsősorban az Úristen volt az, aki megkönnyítette egészen csodálatos módon. Legalább azt hadd mondjam el, hogy az első években ugyan nem, de az utolsó 8 esztendőben
talán minden éjszaka sikerült, egy-két kivétellel minden éjszaka sikerült misésznem. Másnap reggel titokban tudtam áldoztatni a fogolytársaimat. Hallatlan nagy dolog, mert nem is álmodtak róla, hogy ilyesféléről lehet szó. És soha nem vettek észre, soha nem lepleztek le, illetve pontosan egyszer igen, ez már Sztalin halála után volt, amikor hát egy kicsikét mi is már szemtelenebbek voltunk, és az egyik húsvét vasárnap 1954-ben az ébresztő előtt egy jó fél órával titokba összejöttünk az egyik barakba, hogy húsvéti misénk legyen, és pont akkor, amikor ottan készítettem, volt egy picurka kis kelyhem, amit a fogolytársaim csináltak alumíniumból, és pontosan ott kezdtem volna a szentmisét, amikor kinyílik az ajtó, és bejön két fegyőr. Hát mindannyian tudtuk, hogy biztos, hogy ezzel most lebuktunk, ez most vagy 5 év plusz a büntetésünkhöz, vagy 14 nap sötét zárka, tehát biztos volt. És ott akkor különben érdekes volt, mert azt mondták a fogolytársaim, hogy ők akkor azt hitték első pillanatban, hogy megőrültem. Hát ugye ilyen dolgok azért előfordulhattak, mert szinte lelöktem két kis zsámolyról két fogolytársamat, és a két zsámolyjal közeledek a két fegyőrhöz, mondván ékes orosz nyelven persze, hogy bizonyára régóta nem vettek részt húsvéti szentmisén, éppen most kezdem a szentmisét, imádkozzanak velünk, maradjanak itt, hát erre azt mondták, hogy nem maradhatnak, mert el kell menni az ellenőrző körútjukra tovább, csak nagyon hangosan ne énekeljünk. Hát mi nem akartunk énekelni egyáltalán, de összebeszéltünk, hogy hát ezek után már megtartjuk a szentmisét. Lebuktunk, hogy az lesz, ami lesz velünk. Aztán csodálatos, nem történt semmi sem. Egy hét elmúlt, két hét elmúlt. Mindig azzal vigasztaltuk magunkat, hogy persze mire a jelentést megcsinálják ellenünk is. Ugye hát ez egy hatalmas nagy összeesküvés, egy borzasztó nagy vétek volt ott a lágerbe. Tehát még megcsinálják a jelentést, meg kigondolják, hogy hogyan ennyi embert voltunk, vagy 31 néhányan, ennyi embert nem tudnak sötét zárkába se csukni, hát várjunk türelem, mert mi nem vagyunk szökésben, ugye? Hát a őrtornyok ott voltak mind a négy oldalon a golyószóróval. Nem történt semmi, és egy egészen vallástalan fogolytársam mondta akkor, hogy atya, ezt magyarázd meg Isten nélkül. Ó, mondom, Sanyi bátyám, én már régen leszoktam arról, hogy valamit is Isten nélkül magyarázok, de hogy ezt te mondod, hát ez mindennél nagyobb örömet jelent számomra. A mi kenyerünk az szójából és egyéb nem buzából állt, úgyhogy azzal nem mertem misézni, ugye a Szent Miséhez buza ostya vagy buza kenyér kell. De a lengyeleknek és a litvánoknak van olyan karácsonyi népszokásuk, hogy a családfő egy ostyalapot, kicsit zöldesre, kicsit rózsaszínesre vagy sárgásra színezett ostyalapot nyújt a család tagjainak a karácsonyfa alatt, mindenki letör belőle egy kis darabjakát és magához veszi. Ez a szeretet egységnek egy ilyen jelképes cselekedete. És hogy a szeretetet kimutassák a lengyel és litván, a szovjet állampolgár fogolytársaim a csomagjukban mindig kaptak ilyen ostyát. Mert én volt úgy, hogy 3 ilyen lapot sikerült az egynapi kenyéradagomért vásárolni, és akkor megvolt a szentmisé, ez biztos, hogy buzából készült. De volt olyan idő, amikor ez sem volt, akkor meg még csodálatosabban jött segítségre a Jóisten, mert az egyik moszkvai fogolytársam, akiről észrevettem, hogy nem fogadja el a kenyeret sorozatosan. Hát kisült, hogy a Jom Kippur ünnep előtt 6 héte a kovászos kenyeret nem fogadta el, mert hithű zsidó volt, moszkvai zsidó, és hát akkor bennem megint csak egy kicsit megindult a gondolkodás, és oda mentem hozzá, hogy nem tudna írni, hogy én nekem is küldjenek maceszt, mert ő maceszt kapott, ilyen kovásztalan kenyeret, nekem is küldjenek, nekem is szükségem volna, azt mondja, semmi akadálya, írt, és én a moszkvai ortodox izraelita hitközségtől kaptam 2 kiló macest. Hát, hogyha az Úr Jézusnak jó volt az utolsó vacsorán, hát akkor én ne finnyáskodjak a fogolytáborban, hát az Úr Jézus is végeredményben ezt a kovásztalan kenyeret változtatta át a Szent Testvére azon a húsvéti bárány vacsorán.
Úgyhogy én ezt már többször elmondtam, ezt a mondatot, de hadd mondjam el ezt a humoros mondatot, hogy egy magyarországi bencés tanár a Szovjetunió fogolytáborában a moszkvai ortodox izraelita hitközség maceszával misézik. A borral is nagyon érdekes volt, mert hát még csak álmodni se álmodhattam, hogy valahonnét bort tudok szerezni. Ott azon a vidéken nem is ismerték a bort. A vodkát igen, de az mindenből készül, csak nem szőlőből, és tudjuk, hogy a Szentmiséhöz szőlőborra van szükség. Sőt, én Pannonhalmán a teológián úgy tanultam, hogy musttal sem szabad misézni, a kiérlelt bornak kell lennie. Igen ám. De összetalálkoztam egy olasz jezsuita páterrel ott a fogságban, ő egy odesszai olasz kolóniának volt valami lelkésze, aztán ő is valami rossz fát tett a tűzre, oda került 10 esztendőre. Ő mondta, hogy én nem tudok arról, hogy a 12. Pius pápa 1942-ben kiadott egy olyan rendelkezést, hogy ilyen különleges esetekben nem okvetlen szükséges kiérlelt kézbornak lenni, elegendő, ha szőlő lé. Mikor ezt meghallottam, akkor minden megoldódott. A kaukázusi grúz, meg Azerbajdzsán, meg örmény fogolytársaim a csomagukban mindig kaptak egy-egy fürt szőlőt, vagy kettőt, három fürtöt is. Megvettem a napi kenyéradagomon egy fürt szőlőt, és egy-egy szemmel tudtam misézni. Kinyomtam abból 2-3 szem, csepp, szőlőlé. Kikerült, és így tudtam misézni, és így tudtam áldoztatni a fogolytársaimat. És hallatlan nagy jelentőségű volt ez. Ott egyáltalán a lágerben mi úgy rájöttünk azért, de ebbe segíteni is kellett, és ez volt az én hivatásom, hogy rájöjjünk arra, hogy nekünk embereknek kell maradnunk ilyen körülmények között is. Embereknek, épp embereknek kell maradunk. Nem azt mondom, hogy itt mindig vallásos hitről, vagy nem tudom én, ájtatoskodásról volt szó. Szó sincs róla. Sokszor egészen egyszerű, primitív dolgokra volt szükségünk. Például arra, hogy ne legyünk egy pillanatig se üresen. Tehát ne legyünk csak magunkba. Amikor elkezd az ember tépelődni, és elkezd gondolkodni, és azt csak gyengíti. Úgyhogy örökké meséltettük egymást. Én annyi mindent tanultam kint a lágerba, a méhészettől kezdve a pulykatenyészeten keresztül, a könyvkötészetig, vagy annyi mindent, mindenki mesélte a maga szakmáját, de meséltetni kellett, hogy eleve nem maradjunk, hogy emberként maradjunk. Na, aztán volt kicsit, mondjuk, komolyabb is, mert ha valaki úgy nagyon elmagányosodott, akkor figyelmeztettük egymást, hogy ezt most kezelésbe kell venni, mert nem lehet csak úgy a kályha mellé szorulni, fagyoskodva, mert azért volt 30 fokon alul is mínusz hidegségünk, de aki a kályhához húzódott és ott melegedett, azt 2-3 hónap múlva temettük. Úgyhogy egymást kellett így őriznünk, de ezt szervezni kellett. És ez volt az én hivatásom, ez volt ott az én küldetésem. És az, hogy ne dramatizáljuk a szellem a szenvedésünket, ez is nagyon fontos, még a mi mostani életünkben is. Ha én elkezdek örökké a szenvedésemmel, örökké a hiányaimmal, örökké a nyomorúságommal, örökké a megpróbáltatásokkal foglalkozni, akkor én mindig gyengébb és gyengébb leszek. Pláne olyan szituációban, hogy tehetetlen vagyok. Hát nem tudtunk onnan eljutni, hát ott volt a 4 őrtorony. Ilyen helyzetben egyszerűen meg kellett valamiképpen oldani azt, hogy ne a nyomorúsággal törődjünk, hanem észrevegyük az életnek a picurka kis örömeit is. És ezt sokszor úgy csináltuk, hogy amikor munkára mentünk ki, összeálltunk 6-8-an csoportokba, és azt mondtuk, hogy most ma azt fogjuk lesni, hogy milyen apró örömök értek napközben. Este az lesz a győztes, aki legtöbbet tud felsorolni. Aztán a győzteseket engedtük össze, és hát ezzel játszottunk, ez játék. De rájöttünk arra, hogy az ember nem veszi észre az életnek az örömeit, és az apróságokat, amik rengeteget jelentettek, életbe tartottak bennünket. Hát például a végén már azt is megörvendeztük, hogyha mínusz 20 foknál például a fegyőr elfelejtette a motozásnál levenni a vattasapkánkat.
mert levehette volna, hogy keressen benne valami sugárhajtású repülőgépet, és addig mi megfáztunk volna. Ennek is lehet örülni. Rengeteget jelent, hogy az ember észreveszi az életnek az örömeit. Aztán persze voltak nehezebb dolgok is, mert egy politikai fogoly, az a tragédiája, hogy az mindig ártatlan. Az mindig ártatlanul szenved, és nem győzi smirglizni a dicsfényét, hogy ő ilyen ártatlan, és ezek a gazemberek őt tönkre akarják tenni. És ebbe belepusztul. Mert ez éppen a tehetetlensége miatt, hát nem tud ellene tenni semmit se. És hogyha örökké saját magát sajnáltatja, azt nem lehet túlélni. Egyszerűen át kellett állnunk egy teljesen más fogalompárra. Nem az ártatlan meg a gazember, hanem a kicsi, a gyenge és az erős, a hatalmas. Mert akkor, amikor bennünket elítéltek, mi voltunk a kicsinek, mi voltunk a semmik. Ők meg voltak az erő meg a hatalom. Egyébként nem azt mondjuk, hogy a géppisztoly önmagába véve az igazságnak a jelképe, de kicsitelen, hogy a tényekkel számolnunk kellett. És az erő meg a hatalom bizony az életben nagyon sokszor elnyomja a gyengét és a kicsit, a semmit. Hát csak egyre gondoljunk, az ember sétál a erdőbe, nem mindig néz a talpa alá, hogy egy hangyát eltapos-e vagy sem. De hogyha mi nem értünk egyet, hogy mi hangyák vagyunk ővelük szemben, mi is emberek vagyunk, akkor nekünk most ebben az ilyen körülmények között kell megmutatnunk azt, hogy igenis különbek vagyunk. Ez mozgosítja az embernek az összes energiáját, ez tartja életbe, de ezt beléje kell egy sugározni az emberekbe. Nagyon, de nagyon nagy hivatásom volt pontosan olyan embernek, akiről tudta mindenki, hogy katolikus pap, és tudta mindenki, hogy hát, ha más nem, legalább lelki szakmunkás vagyok. A magyarokat megbecsülték azért, még a munkánkat is szerették. Mert mi azt mondtuk, hogy ha mi nem értünk egyet, hogy mi hangyák vagyunk, értéktelenek vagyunk, akkor nekünk most kell megmutatnunk, hogy igenis értékesebbek vagyunk, és mi úgy akartunk ott viselkedni, és sikerült is, mert amikor eljöttünk, bizony megsírattak bennünket a táborparancsnok, a családjai, egy olyan hangversennyel búcsúztunk, ahol kipagyogtak a könnyeik. Igaz, hogy hát talán az utolsó 50 esztendőben ott az erdő közepén ilyen hangverseny nem volt még, de meg akartuk mutatni, hogy igenis különbek vagyunk. Ezt azt észrevették mások is, és nekem az tetszett a leginkább, amikor szovjet fogolytársaim, német fogolytársaim, francia fogolytársaim fölfigyeltek erre, és érdeklődtek, hogy mi így vagyunk ott magyarok. Szóval nagyon elmondanom az egyik karácsony estet. Hát benne volt a kópéságunk is, ez már az utolsó években voltak, amikor már nagyon dörzsöltek voltunk, és megbeszéltük, hogy mi karácsony estet, december 24-én mi karácsony estet fogunk tartani, akármi történik. Munkanap volt, este 6 óra után jöttek haza, sötét volt, korom sötét. A villanyfejlesztőbe is dolgoztak magyar fogolytársaim. Azok vállalták azt, hogy 3 napra sötét zárkába csukják őket, de rövid zárlatot csinálnak. Abban a pillanatban elsötétült az egész láger, a 4 űrtoronyból pedig egymás után lőtték fel a színes rakétákat. Tehát olyan tűzijáték volt, hogy a tűzijátékban valóban lehetett karácsony este. Tehát nekünk nem volt karácsonyfánk, de fölkészültünk rá, összejöttünk az egyik barakba, mindannyian magyarok. Mi tudtuk, hogy ez egy pár perc múlva, vagy mondjuk egy 10 perc múlva újra lesz világítás, mert a pajtársaink azok majd gondoskodnak róla, de a tűzijáték alatt mi elmondtuk a Lukács evangéliumából a karácsonynak az eseményét, imádkoztunk, énekeltünk, gondoltunk azokra, akik most a hazánkban, a családunkban olyan fájdalmasan gondolnak mi ránk, és valahogy nagyon jól éreztük magunkat együtt. Persze ünnepi lakomát is készítettünk, én kértem ukránoktól, akik csomagba kaptak fokhagymát, egy gereszt fokhagymával annyi kenyér
híjat lehet bekenni, és az szépen fölvágva, az volt a kolbászunk. A kenyér belére pedig a havi 12 deka cukrunkból egy csipetnyit rátettünk, az volt a süteményünk. És kínáltuk egymást, és falatoztunk, és valahogyan nagyon jól éreztük magunkat. És ránk nyitott egy sztalindíjas szovjet költő, aztán végignézett rajtunk, és kiment. Másnap aztán valami Szolovjovnak hívták, mert nem emlékszem pontosan a nevére, előbb szabadult, mint én, pedig 25 évre volt elítélve, de sztalindíjas költő volt. Másnap megszólít, azt mondja, te engem ateistának neveltek, de nekem olyan Isten bizonyíték volt az, hogy titeket tegnap örülni láttam. Örülni láttalak benneteket ilyen körülmények között. Hát valami egészen rendkívüli élményem volt abban a néhány pillanatban. Ezt mondta ez a szovjet költő, és ezt neki nem kellett volna mondani, hogyha ez nem lett volna valóban élménye, hogy mi tudtunk ott karácsonyestet tartani, és tudtunk mosolyogni. Mert ez roppant fontos volt, hogy az ember akarjon örülni, iparkodjék megtalálni önmagát a legnehezebb helyzetben is. És most talán szabadjon a televízióba egyenesen mondani, pontosan az elmúlt éveimnek a tapasztalata alapján. Nem panaszkodni, nem keseregni, nem elégedetlenkedni kell, hanem minden energiánkat felhasználni arra, hogy ebből a mostani nagyon nehéz életünkből is föl tudjunk támadni, és olyan töretlenül tudjunk hazajönni, mint amilyen töretlenül azért a Jóisten megengedte, hogy hazajöjjünk. Nem én vagyok a tanúság tévő, maga a láger, maga a szovjet láger tanúsította nekünk azt, hogy csak is az Úristenbe kapaszkodva, csak is tudatosan élni akarva, a jövőbe nézve, nem hátra, előre nézve, lehet életben maradni. Hivatalosan mi Vrag Naroda P876-os szám voltam. Vrag Naroda, aki oroszul tanul, tudja, hogy az a nép ellensége. Ez volt a mi megtisztelő címünk, és hát azért ez nem volt olyan egyszerű lenyelni, ehhez azért föl kellett az embernek készülni. Hozzávédeném azt, ami mondjuk az egyik legnehezebb, mindent megtettek, hogy teljes létbizonytalanságban legyünk, hogy fogalmunk sem volt, hogy mikor tudunk szabadulni, szabadulunk-e egyáltalán. Szabadon megmondanom, hogy 1953-ban is egy bizonyos mélypontot éltem át, amikor Sztalin halála után egy olyan 3000-es csoport hazajöhetett. Amit abban a táborban, ahol én voltam, 46-an maradtunk, és 64-en eljöttek. És akkor nekünk körülbelül az volt az érzésünk, hogy most becsukódott egyszer az ajtó mögöttünk, és még hadd említse meg, hogy egy ukrán fiatalember, akivel én rengeteget lelkiztem, hogy így mondjam, rengeteget beszélgettünk, meg sem volt keresztelve, de nagyon-nagyon közel állt mi hozzánk, az tett helyre, amikor azt mondta, hogy hát én miért szóltam most el, hát hiszen ha letöltöm itt a büntetésemet, akkor engem kivisznek az Uralon túl a Krasznojarszki krájba, és még az is lehetséges, hogy 100 kilométeres körzetbe szabadon fogok mozogni. Hát ott is emberek vannak, nem csak Magyarországon vannak emberek, és nekem ott is lesz feladatom is. És jó, nem volt ezt könnyű megérteni, de nagyon igaza volt. Szóval el kellett készülni arra, hogy soha többé nem jöhetek haza, de akkor is feladatom lesz. Ameddig ember lesz körülöttem, addig nekem ténylegesen, mint lelkipásztornak hivatásom, küldetésem van, és ezt tudott életbe tartani. A bíróság miért ítélte el? A 8-as paragrafus, vagy a 8-as pont volt a legszörnyűbb, mert annak a címe ez, hogy terrorcselekmény. Hát én nálam fegyver nem volt, én egy legyet se tudok megölni, de a választási harcban, ugye ott ezeket a választási beszédeket úgy kellett felépíteni, hogy 5 percig beszélt az ember a programról, aztán
Azt mondta, most tessék kérdéseket föladni, és hát arra, amennyire lehetett, ugye spontán válaszolni kellett. És ott egy másodéves joghallgató megkérdezte tőlem, ez volt 45-ben még, hogy mi a véleményem, és hozzá kell fűzni, hogy én akkor reverendában voltam, nekem nem volt civil ruhám akkor, úgyhogy mindenki tudta, hogy ki vagyok, mi vagyok. Azt kérdezte, hogy mi a véleményem arról, hogy amikor reggel kimegy az ember az utcára, hát előfordul, hogy az egyik utca sarkon egy meggyilkolt szovjet katonát lát. Éjszaka meggyilkolták, hát akkor még egyes embereknek a kezébe volt a fegyver, és hát azért az se igaz, hogy minden szovjet tankot rózsacsokorral vártak volna. Na most mit válaszoljak erre? Nem mondhatom azt, hogy buta vagy, fiam, ülj le. Állítólag én nem merem ezt mondani, de szembesítettek vele, és ő a szemembe mondta, hogy ezt válaszoltam rá, hogy ez nem módszer a kommunizmus leküzdésére. Én nem kommunista pártprogrammal vettem részt a választási harcba. Hát én lestem azt, hogy a kommunizmusnak a leküzdését hogyan lehetne megvalósítani. Hát ezt a módszert nem tartottam alkalmasnak. Hát az indoklásba hallottam csak meg a nagyon csodálatos logikát, mikor indokolták a büntetésemet, az volt benne, hogy tanúk bizonyítják, hogy tömeg előtt ezt és ezt mondta, hogy nem módszer egy szovjet katona megölése, nem módszer a kommunizmus leküzdésére, ezzel tömegmészárlásra uszította a hallgatóságát. Tehát ez egy kicsit drámai volt, de akkor már nekem nem volt még utolsó szó jogán sem nyikkanásom. Én ott aztán a furcsa énekes feloldozással valami olyasfélét éreztem, hogy van értelme az én láger életemnek. Hát az Úristen ezt akarta akkor tőlem, hát most át kell állítódni erre, hogy megpróbáljak mindent úgy csinálni, hogy a lelket tartsam a fogolytársaimba. Szóval ez szinte egyik pillanatra a másik pillanatra ment. Hogy az Úristen benne volt ebben az ő kegyelmében, az hold biztos, de nekem ez az életet jelentette. Mert hogyha én úgy mentem volna tovább, biztos, hogy tönkre mentem volna. Hogyan mondjam, végső soron én fizikailag sokkal gyengébb voltam, mint nem tudom, ott a katonatisztek, a törzstisztek, akik sportoltak, atletizáltak, lovagoltak, kivívtak. Hát ugye én azért az élet stílusomban ilyesmit nem csináltam, úgyhogy fizikailag sokkal gyengébb voltam, de pontosan ez jelentette az erőt, ez a hivatástudat. Hát nem tudom másképp mondani, hogy nekem ott küldetésem volt, és ezzel ajándékozott meg a Jóisten, és hát ezért én csak hálás lehetek. Hát furcsa ezt mondani. Szerintem nem vagyok hajlandó egyszerűen panaszkodni, hogy ott ezt kellett szenvedni, azt kellett szenvedni. 1955. szeptember 24-én este hivatnak bennünket, magyarokat. Most csak egy picit hadd említsem meg, hogy ez egy roppant érdekes dolog volt. Hát nekem 10 esztendő után, mert én a 10 esztendőt becsülettel letöltöttem, a liturgikus kalendárium szerint szeptember 24-e fogolykiváltó szűzanya ünnepe. Na hát ez csak egy véletlenség volt. Aznap este hívtak a parancsnokságra, hogy írjuk alá, ők ezt úgy nevezték, hogy repatriálás. Ez nem rehabilitálás, ez nem amnestia, ez repatriálás. Hát szóval azóta én azt mondom, tudom, hogy szóval nem egészen jogosan történt a mi kiszállításunk, vannak bizonyos feltételei, amik nem voltak meg mi nálunk, na de repatriálás. Bútorgyárban voltunk, és akkor körülbelül majdnem 100-an dolgoztunk benn a bútorgyárban. Kétségbe esve jön a bútorgyárnak az igazgatója, szabad szovjet ember, mert ha mi a következő nap, mert a következő nap már nem voltunk kötelesek munkába állni, mi kaptuk akkor nem a rabkosztot, hanem a 3-as számú katonai kosztnak a normáját, és nem voltunk kötelesek dolgozni, ez volt a szabály. Ha az a 100 ember kiesik a gyárból, a 3. évnegyed, ami szeptember 30-án végződik, nem tudja teljesíteni a tervet, elmarad a prémium, 1/4-be elmarad a prémium, akkor az évvégi prémium is elmarad, teljesen kétségbe volt esve. És azért a szabályok nem túlságosan veszik figyelembe a Szovjetunióba az ember, ezt tudta, hogy ő erről nem tehet, nem az ő hibája, de a prémiumnak lőtek. Összebeszéltünk, hát én is a 3-tagú küldöttségnek voltam a tagja,
És azt mondtuk, hogy mi megértjük az ő keservét, és hát tudjuk azt, hogy szeptember 24-én egy ilyen veszteség, hát az teljesen katasztrofális. Mi ezt megértjük, és mi hajlandók vagyunk garantálni azt, hogy a prémiót meg fogja kapni. Garantáljuk, persze föltételeink is vannak. Hát rögtön mondta, hogy milyen föltételeink, na nem az volt, hogy a lábunkat csókolja meg, vagy ilyesféle, hanem éjszakai munkára nem megyünk, csak nappal dolgozunk, azt a fizetést kapjuk, amit a szabad szovjet állampolgárok kapnak, abból nem vonhatják le a világítást, fűtést, ruhát, kosztot, stb., mert ugye megcsinálták volna, hogy megkapjuk, aztán mindent levonnak belőle. Szóval mindenféle ilyen kikötésünk mindenbe belement. Másnap reggel ragyogóan megyünk munkára, és hát viszont nekünk azért pénzre szükségünk volt, hát az autózáskor azért nem mint hogyha tőkével szerettünk volna hazajönni, de azért mindenképpen pénzre szükségünk van, úgyhogy azt mondtuk egymásnak, hát mi most akkor egyszerűen belehajtunk. Csináltunk 160-180%-ot, harmadnapra már 300%-ot. A szovjet munkatársainkat a guta kerülgette, mert a parancsnok azt mondta, hogy, ezek a koszos magyarok tudnak 300%-ot csinálni, kiben a 80-at nem tudjátok megcsinálni. De persze utánunk a vízözön, mert ott is úgy, hogyha a normát 100%-ra teljesítik, akkor a normát emelik. Azt akkor mehetnek tovább, akkor igen a normát emelik. Hát ugye óvatosak voltak a szovjetek, mi nem voltunk óvatosak, de megkapta a prémiumját, és az olyan hálás volt, hogy akár mit csinált volna velünk, ami kedvünkért. Az embereknek a gyűlöletét, az embereknek a neheztelését, a haragját valamiképpen hogyan lehetne megfogni. Mert krisztusi ellenszeretetről prédikálni, hát az nem volt olyan egyszerű, mert az süket fülekre talált volna. De nos, itt az Úristen megint egészen csodálatosan segített nekünk. Olyan figyelmeztetést adott, amit azt hiszem, akik akkor velem voltak, és talán most a televízión keresztül hallanak, visszaemlékeznek rá. Miért, mikor már úgy szinte biztosra vettük, hogy hazajöhetünk, már a szerelvénynek az összeállításáról volt szó, akkor az utolsó két napban kiadtuk a jelszót, hogy nem vagyunk méltók, hogy a hazánk földjére lépjünk, ha nem tudunk valamiképpen kiengesztelődni, ha nem tudunk valamiképpen friss, megbocsájtó lélekkel hazajönni. Na persze ez egy kicsit merész jelszó volt, mert nagy volt az ellenvélemény. Még olyan is volt, hogy de csak legyen még egyszer géppisztoly a kezembe, a csecsemőnek se fogok kegyelmezni. Hát szóval a legélesebb viták voltak az utolsó napokban. Persze szeretettel, barátsággal, mert akkor már igazán nem akartuk egymást megbántani, de élesen vitatkoztunk. És az ellentábornak az egyik leghangosabbja, amikor 12 napig tartott, míg hazaértünk, Lvovnál, a végi Lembergnél a vonatparancsnok, voltunk rajtuk körülbelül 1600-an a vonaton, a vonatparancsnok nem merte tovább hozni, mert belázasodott 40 fok körüli lázzal, úgyhogy kihívta az ottani katonai kórháznak a sebszállító kocsiját, és el kellett búcsúzni nunk tőle. Hát én magam is több mint 7 esztendőt voltam vele együtt egy lágerbe, úgyhogy nagyon fájdalmas volt a búcsúzás, de még fájdalmasabb volt, mikor csapon megtudtuk, hogy még az autóban meghalt, még a kórházat se érte el. Megdöbbentett mindenkit, hogy nem lépett a hazánk földjére. Akkor éppen, mikor ezt a hírt hallottam, mellettem áll az egyik fogolytársam, és csak azt mondja, hogy atya, úgy látszik, nem lehet játszani az Istennel. Szóval ilyen események azért nagyon, de nagyon élesen bennünk maradtak. Hát édesanyám idős, és én este 10 óra után érkeztem meg a nyugati pályaudvarra, és nem mertem hazamenni, mert ha véletlenül ajtót nyit, vagy nem tudom, úgyve ébresztik fel az első álmából, és hát meglát engem, hát ott esik össze. A 49-es villamos akkor még a nyugatitól jött, még kalauz is volt benne, erre úgy emlékeztem, hogy megnéztem, és uram, bocsánat, ott van a 49-es, mentem, 3 másik társam, majd azok közben leszálltak, úgyhogy
A Gárdonyi téren már nagyon kétségbe voltam esve, hogy most hogy merjek én hazaérni. És ezt bátorságot vettem, persze a három kocsis 49-es az utolsó peronnyára mertem csak felszállni magam szovjet gunyájába, de nem csináltak, úgy néztek, megnéztek az emberek, de nem csináltak semmit se. Egy fiatal ember is nagyon nézett ott a peronon, hát mondom, én ezt megszólítom. Mondom, ha egy pici szabad ideje van, egy 5 perc, és egy kis jó lélek van benne, segítsen nekem, nem merek hazamenni. Én 10 év után most jövök haza a Szovjetunióból, és én nem merek az édesanyámmal találkozni előkészítés nélkül. Arra gondoltam, hogy megkérném, csöngessen be, és hogyha egy idős néni jön ki, akkor mondja, hogy hírt hozott a fiáról, rövidesen hazajön, jó egészségben van, legyen egészen nyugodt, kezdem mondani. Erre megáll, bemutatkozik. Már a nevére sem emlékezem. 7 esztendeje. 7 esztendőt töltöttem a Szovjetunióban, 1953-ban jöttem haza. Utána nem beszéltünk semmit sem, megöleltük egymást, és az olyan tökéletesen teljesítette a feladatát, az annyi mindent mesélt az édesanyámnak, hogy mikor én közben a másik, az udvari szobába, a lakásunknak az udvari szobába, a másik ajtón bementem, ott a unokatestvérem familiála lakott, édesanyám lelkendezve jön be, hogy rólam hallott jó híreket közölje. Hát aztán ott találkozott, de megviselte szegénykét. Megviselte, azért az öröm is meg tudja viselni az ember. Na, nekem akkor személyigazolványt kellett készítetnem, és amikor megkaptam, hát az első utam Pannonhalma volt. A főapátom akkor mérlegelte a helyzetet, hogy mit lehet csinálni. Azt mondja, hogy hiába sorgalmazná, hogy adjanak lakhatási engedélyt, akkor meg működési engedélyt nem kapok. Szóval ilyen szituációban, akkor 55-ben nem lehetett másmilyen, kényszerült azt mondani, hogy nézze fiam, álljon meg valahogyan a saját lábán. 2 nap alatt volt munkám egy ládagyárba a körfűrészgépen, mint segédmunkás, betanított munkás. De roppant elegáns volt, mert volt behordó, volt elszedőm, tehát nem csak egyszerű anyagtologató voltam, és én azért úgy nagyon iparkodtam, úgy higgadtan. Én tudtam azt, hogy a futószalag, ha elkapja az embert, akkor ottan bajok lesznek. És azt mondtam, hogy nem, én higgadtan, tisztességesen fogok dolgozni, megmutatom azt, hogy én is tudok dolgozni. Igen ám, de egy 7 gyerekes családanya volt az elszedőnőm, akinek a férjét akkor százalékolták le, TB-s volt, meg alkoholista volt. Neki borzalmasan szüksége volt a pénzre, és mi darabbéresek voltunk, és ő az én termelésem alapján kapta a fizetést. Hát bele kellett vágni, hát nem vitás, iparkodni kellett, talán 2,5 hónap múlva, vagy 3 hónap múlva aláírtam az úgynevezett stahanovista munkaprogramot, napi 200%-ot, ami borzasztó sok volt, de hát azt ki kellett nyögni. Na persze azért az ember ügyeskedik ilyen helyzetbe, tudnék, a művezetőm akkor végezte a 7. és 8. általános iskoláját, és az orosz meg a latin dolgozatait mindig én készítettem el munkaidőn kívül, de ennek a kontóján aztán volt úgy, hogy nem kérdezte, hogy hány százalékot dolgoztam, beírta a 201, a 203, a 206 százalékot, úgyhogy nekem mindig megvolt a 200 százalékom. 1956. november 7-én kaptam volna meg a stahanovistának kiáró, kiváló dolgozó vörös csillagot. Aztán jöttek az események, és 6 nap hiányzott, és én nem kaptam vörös csillagot. Nem voltam elkeseredve, de akkor a kiváló munkám alapján pillanatok alatt órabéres lettem. És mi pedig kiemelt órabérrel, meg sem merem mondani, hogy akkor mi volt a kiemelt órabér, 8 forint 60 fillér, és kiemelt órabérrel dolgoztam tovább is. Hát aztán januárban vissza mi atyánk, akkor minden visszament, újra darabbéres, és hát lévén, hogy akkor még mindig 7 gyerekes családanya volt az elszedőnőm, februárban megint aláírtam a félesztendős ígéretet, amit augusztus 1-én tudtam volna hát ledolgozni. Erre július 24-én üzemi balesetbe levágom az ujjamat. Fegyelmit kaptam,
hogy a munkaerőmet kivontam 6 hétre a népgazdaság munkaerő gazdálkodásából. Így szólt a fegyelmének a szövege. Természetesen lőttek a vörös csillagnak, mert én azért megnyugodtam, hogy úgy látszik az Úristen nem akarja, hogy a reverendámon egy vörös csillaggal jelenjek meg. Úgyhogy akkor se kaptam. De akkor onnan aztán el kellett mennem, az STK-ba tanácsolták, hogy az összes többi ujjaimat is levágom, hogyha ezzel a csonkasággal ott maradok a gépen. Na, itt aztán megint az Úristen jött közbe. Pillanatok alatt volt másik állásom az egészségügyben, mosoda vezető, amiről hát láttuk ezt a történetet. És soha nem voltak mélypontok? Kifejezetten lelki mélypontra, az bűnbánattal gondolok arra, amikor 53-ban a magyar társaim egy része hazajött, akkor volt egy ilyen megtorpanásom, hogy hát akkor én már nem tudok hazajönni. Szóval egyszerűen ez úgy földerengett, de ez úgy csak napokig tartott, és hát ott is viszont egy olyan csodálatos dologgal segített ki a Jóisten. Akkor volt egy ukrán fiatalemberrel egy nagyon-nagyon hosszú, hónapokig tartó beszélgetés sorozatom, amikor, hát ő diákgyerek volt még, mikor letartóztatták, 10 esztendőt kapott, nagyon-nagyon odáig volt, de igen sokat beszélgettünk komolyan, és valóban mindenképpen szeretett volna szabadulni, és én nagyon sokat imádkoztam is érte, sőt egyszer olyan merész voltam, hogy azt mondtam neki, hogy nézd, én az Úristennek a szent misém közben ma éjszaka felajánlottam, hogy inkább én maradok, de te hazakerülhessél innen, inkább én maradok, mert Isten tudja meddig itt. Utána jött az, hogy ott maradtam, viszont 3 nap múlva hivatják a parancsnokságra, ez a fiatalember szabadult. Biztos, hogy véletlen volt, biztos, hogy semmi összefüggés nem volt, én nem csodákat akarok szimatolni mindenütt. De hogy ez mennyit jelentett ott az embernek, azt nehéz elmondani, azt csak meg kell élni. Izaiás prófétának van egy nagyon csodálatos mondata, az Úr Jézusnak, vagy az Úristennek az ajkára adja, hogy a tenyeremre rajzoltalak téged, hogy mindig a szemem előtt legyél. Nekünk is rengeteget segített, hogy az Isten a tenyerére rajzolt bennünket, akkor is, hogyha kínlódunk, akkor is, hogyha szenvedünk. Ezt az új templomot 1938-ban szentelték. A rend feladatának tekinti a művelt, keresztény és a közösségért felelősséget vállaló fiatalok nevelését. Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket! Római katolikus szentmisét közvetítünk innen, a budaiak egyik legkedveltebb templomából. A szentmisét bemutatja és szentbeszédet mond dr. Olofzon Placid, bencés tanár, aki 10 évet töltött a szovjet gulágokon, politikai fogolyként, hazatérve betanított munkás egy fűrészgépen, kórházi mosodavezető, és nyugdíjasként megadatott neki, hogy újra lelkipásztorként szolgáljon. Ebben az évben tölti be 80. évét.
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Köszöntjük egymást szeretettel mindannyian, akik most részt veszünk ezen a szent misén. Köszöntjük egymást úgy, ahogyan Szent Pál köszöntötte övéit. Urunknak, Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, liturgiánkban a harmadik évközi vasárnapot ünnepeljük, és hogy ennek a szentmisének, a legszentebb áldozatnak a kegyelmeiben valóban részesülhessünk. Mindenek előtt most tekintsünk önmagunkba, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és pár pillanat csendben, nagyon őszintén bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött a mennyei Atya, hogy meggyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz! Jézus Krisztus, te eljöttél közénk, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz! Jézus Krisztus, te visszatértél a mennyei Atyához, hogy ott közben járj értünk. Uram, irgalmazz! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre.
könyörögjünk. Mindenható örök Isten, irányíts tetteinket tetszésed szerint, hogy szent fiad nevében minél több jót tegyünk, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Az Úr egykor megalázta Zebulon és Naftali földjét, de az eljövendő napokban a nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Világosság támad azoknak, akik a halál országának árnyékában laknak. Nagy újongással töltöd el őket, Uram, és kitörő örömet adsz nekik, és összetöröd a vállukra nehezedő terhes igát. Ez az Isten igéje. Istennek legyen világosságom az Isten, üdvözít engem. Világosságom az Isten, üdvözít engem. Egyet kérek az Úrtól, csak egy a vágyom, hogy az Úr házában lakjam életem minden napján, hogy élvezhessem az Úr örömét, és hogy szemlélhessem szent templomát. Világosságom az Isten, üdvözít engem. Szent Lecke Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, Urunk Jézus nevében kérlek titeket, éljetek mindnyájan egyetértésbe, és ne szakadjatok pártokra. Akadnak ugyanis köztetek, akik így nyilatkoznak. Én Pállal tartok, én meg Apollóval. Én Kéfással, én meg Krisztussal. Talán megoszlott Krisztus? Vagy Pált feszítették értetek keresztre? Avagy Pál nevében keresztkeltettetek meg? Krisztus engem nem keresztelni küldött hozzátok, hanem azért, hogy hirdessem az evangéliumot. De ne bölcselkedő beszéddel, hanem nehogy ezáltal elveszítse erejét Krisztus ereje. Ez az Isten igéje. Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Jézus meghallotta, hogy János a keresztelő börtönbe került, visszatért Galileába, de elhagyta Názáretet és a Genezáret parti Kafarnaumba, Zebulon és Naftalin törzsi földjére költözött. Ezzel beteljesedett Izaiás próféta szava, hogy Zebulon és Naftali földjén a pogányokkal keveredett nép nagy fényességet lát, és világosság támad mindazok számára, akik eddig a halál árnyékában ültek. Itt kezdett el Jézus tanítani ezekkel a szavakkal, tartsatok bűnbánatot, mert közel van már a mennyek országa.
aztán bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette Isten országának örömhírét, és gyógyított minden beteget, gyengeséget a nép között. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, az evangéliumban hallottuk, hogy elnémult a kiáltó szó a pusztában, Herodes király börtönbe vetette Jánost a keresztelőt, aki előhírnökként készítette elő az Úr Jézusnak az útját, sőt, be is mutatta a népnek, mint eljövendő messiást. Tovább tehát nem lehetett várni, Jézusnak magának kellett megszólalnia, valóban kilép a nyilvánosság elé, és elkezdi tanítását. De azért valahogyan egy kicsit különös módon, bár az Úr Jézusnál meg kell szoknunk, hogy nála általában minden, vagy legtöbb dolog nem egészen úgy történik, ahogy mi, ami emberi agyunkkal, fejünkkel elképzeljük. Megkérdezhetnénk például, hogy ő, aki a várva várt messiás volt, hát miért az eldugott Betlehemben egy istálló barlangba született? Vagy ő, amikor neki kellett meghirdetnie a megváltás örömhírét, hát miért maradt 30 esztendeig Názáretben kétkézi-kezi munkával keresni kenyerét? És hogyha már éppen nyilvánosság elé akart lépni, hát akkor miért nem Jeruzsálemben? Ő, aki a messiás királyi küldetésnek a tudatában volt, miért nem Jeruzsálemben a királyoknak és a profétáknak a ősi fellegvárában lépett föl? Miért éppen Galileában, amit a zsidók abban az időben bizony eléggé megvetettek, éppen a népének a pogányokkal való keveredése miatt? Igaz, az evangéliumban hallottuk, hogy az evangélium utal egy izajási jövendülésre, ami ezáltal beteljesedett, hogy Zebulon és Naftalin törzsi földjének sötétségében valóban világosság támadt. De azért mégis egy kicsit furcsa, hogy éppen ott kezdte el Jézus nyilvános működését. Persze ő neki azért teljesen mindegy volt. Ő neki nem volt szándékában, hogy az Ószövetség világát javítgassa, vagy erősítgesse, vagy konzerválja a jövő számára. Nem, ő egészen újat, valami egészen újat akart hozni. Éppen ezért furcsa, hogy kísértetiesen hasonló módon kezdi. Hát keresztelő János is azzal kezdte, hogy tartsatok bűnbánatot. És Jézus is ezzel kezdi, ez az első szava, tartsatok bűnbánatot. Persze János próféta, a keresztelő, amikor ezt mondta, akkor ő hozzáfűzött mindjárt olyasmit is, hogy vigyázzatok, mert aki nem tart bűnbánatot, az eljövendő messiás az szigorúan megbünteti. Fenyegette őket. Az Úr Jézusnak az ajkán ezek a szavak egészen másképp hangzanak. Tartsatok bűnbánatot, mert közel van már az Isten országa. Ő nem a múltra néz, nem fenyeget, hanem előre lát és bíztat. Közel van hozzátok az Isten országa. Eljött hozzátok az Isten országa. Persze ott Kafarnaumban biztos, hogy nem értette ezt pontosan senki se. Akkor ott még csak maga az Úr Jézus tudta azt, hogy ő azért jött a földre, hogy az emberiséget megváltsa. Hogy az ember számára újra megszerezze az Isten barátságát. Hogy újra megnyissa az örökké valóságot. Hát ez a lehető legnagyobb örömhír az emberiség számára. Ezt az örömhírt hozta az Úr Jézus. Márk evangélista pontosan így idézi az Úr Jézus első szavait. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Evangélium, görögül euangelion, az jó hír, örömhír. No persze, igaza volt keresztelő Jánosnak, és az Úr Jézus is egyetértett vele, hogy az embernek rá kell döbbennie a bűnösségére. Rászorul a bűnbánatra, ez az egyetlen út. De
csak az útnak a fele, az Úr Jézus tovább ment, hiszen ő tudja, hogy ő elveszi a világ bűnét. Ő tudja azt, hogy az emberi bűnbánatra meghozza az isteni bocsánatot. Hát ez az az örömhír, az a boldogító örömhír, ami ténylegesen óriási távlatokat nyújt az emberiségnek egészen a világ végéig. Idáig senki az ég világon a bűnbánatot nem kapcsolta össze az örömmel. Az Úr Jézus pontosan ezt tette. Tartsatok bűnbánatot, higgyetek az örömhírbe. Szinte könyörgött, hogy higgyünk igazán a megváltásunk örömhírébe. Higgyünk Krisztusban, higgyünk a saját megváltottságunkban. Hát ez a legnagyobb öröm. Tartsatok bűnbánatot, higgyetek az üdvösségetek örömhírében. És azzal az Úr Jézus szinte mindent megmondott, és pontosan azt a pillanatot idézi a mai evangélium, amikor ez először elhangzott az Úr Jézus első szavaként az ő ajkán. De testvéreim, ez most itt nekünk hangzott el. Most közvetlenül bennünket szólított meg az Úr Jézus. Nekünk mondta, hogy tartsunk bűnbánatot, és térjünk át az ő általa meghozott örömvilágára, az evangéliumnak a világára. Igen, térjünk át. De hogyha egy kicsit őszinték vagyunk, akkor rájövünk, hogy ez nem is olyan egyszerű. Manapság pláne nem divatos bűnbánatot tartani. Manapság nem divatos észrevenni a vétkeket, a mulasztásokat, nem divatos. Manapság mindenki tökéletesnek képzeli magát, és mindig a másik a hibás, mindig a másik a bűnös. Igen, itt nagyon komoly önvizsgálatra van szükségünk, de nincs más út. Testvéreim, egyetlen egy lehetőségünk van. Tartsunk bűnbánatot, döntsünk Krisztus mellett, naponként újra meg újra, ha kell számtalanszor, forduljunk el a bűneinktől, forduljunk el az önzésünktől, a földhöz ragadságunktól. Ez mindenképpen, nem ez az egész, de ez a föltétele annak, hogy föl tudjuk fogni az evangéliumnak az örömhírét. Mert nem szabad elfelejtenünk, hogy a bűnbánat az csak a fél út, az útnak a másik fele. Az Úr Jézus, a megváltó Jézus által nekünk adott örömvilága. Annyira kéri az Úr Jézus, hogy higgyük el, hogy a megváltottság élete, az az öröm élete már itt a földön is. Testvéreim, az elmúlt héten hazánk minden keresztény templomában a protestánsok, a ortodoxok, a baptista testvéreinkkel együtt imádkoztunk a Krisztus hívők annyira óhajtott egységéért. Ez a mai vasárnapi gondolat ide is a legnagyobbat besegít, hiszen kivétel nélkül mindannyian az evangélium gyermekei vagyunk. Kivétel nélkül mindannyian az üdvösségünk öröm hírével kell, hogy éljünk itt a földön, akármennyi gyarlóságunk van, akármennyi nyomorúságunk van, akármilyen sikertelen az életünk, az evangélium gyermekei vagyunk. Ezt kell mindenképpen hinnünk, és most ebben a csodálatos isteni üzenetben, belegyönyörködve, pár pillanat igazi teljes csendben, mélyüljünk el ebben a gondolatban, és utána igazi boldog örömmel valljuk meg közösen hitünk igazságait a Hiszek egyben. Amen. Hiszek az egy Istenben,
mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében, hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egy szülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett, értünk emberekért, ami üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett, Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, bűnhalált szenvedett és eltemették, harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége, hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és Éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Mennyei Atyánk, hitünk közös megvallása után most arra gondolunk, hogy az elmúlt héten hazánk minden keresztény templomában a Krisztus hívők egységéért könyörögtek. Ezért most mi is közösen arra kérünk. Világosíts meg értelmünket, hogy megértsük, mennyire szükséges szüntelenül imádkoznunk a Krisztus hívők egységéért. Kérünk téged, hallgass meg minket. Erősítsd hitünket, hogy téged lássunk és téged szeressünk minden Krisztus hívő testvérünkben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Növeld reménységünket, hogy bízunk a Krisztus hívők egységének mielőbbi megvalósulásában. Kérünk téged, hallgass meg minket. Tökéletesítsd szeretetünket, hogy a kölcsönös megértés és türelem útján eljussunk a szeretet és a hit egységére. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, nézd le Szent Keresztedről egyházad hívő bizalmára, és ajándékozz neki mielőbb az akaratod szerinti egység és béke kegyelmét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk-e kenyeret. Önmagunk helyett most ezt ajánljuk föl néked, mint a föld termését és emberi munkán gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott legyen az Isten mindörökké. A bor és a víz misztériuma által részesüljünk annak istenségében, aki kegyesen emberi természetünknek részese lett. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk-e bort. Önmagunk helyett most ezt ajánljuk föl néked, mint a szőlőtő termését és emberi munkán gyümölcsét.
Ebből lesz számunkra az üdvösség itala. Áldott legyen az Isten mindörökké. Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel kérünk, Urunk Istenünk, fogadj el minket, s legyen kedves színed előtt áldozatunk. Most le, Uram, bűneimet és vétkeimtől tisztíts meg engem. Imádkozzunk, testvéreim, hogy ez a szent mise áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezünkből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és egész anyaszent egyháza javán. Istenünk, fogad atyai szeretettel, és szenteld meg áldozati adományainkat, hogy megszerezzék számunkra az üdvösséget Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és valóban igazságos, hozzád illő és számunkra üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, teremtő örök Istenünk, mindenható mennyei Atyánk, Krisztus, ami Urunk által. Ő megszánva a tévejgő embert e világra született a Szent Szűztől, majd kereszthalála által az örök haláltól megmentett minket, s föltámadva a sírból örök életet ajándékozott nékünk. Ezért miként az angyalok és a szentek a mennyben, itt a földön mi is téged magasztalunk, mennyei Atyánk, és egy szívvel énekeljük. Szent vagy Istenünk, te vagy minden szentség forrása. Kérünk tehát, szenteld meg áldozati adományunkat szent lelked által, hogy legyen ez számunkra, ami Urunknak, Jézus Krisztusnak teste és vére. Azon az emlékezetes utolsó vacsorán, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, Jézus kezébe vette a kenyeret, és néked, mennyei Atyánk, hálát adva, áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Ugyanígy a vacsora közvégén kezébe vette a borral telt kelyhet is, és néked, mennyei Atyánk, hálát adva, áldást mondott, majd oda nyújtott a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és mindenkiért kiontatik a bűnök bocsánatára. Csak ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jön. Szent fiad halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve,
Fölajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében most részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben János Pál pápánkkal, László érsekünkkel, segédpüspökeivel, a papsággal és egész megváltott népeddel együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, s mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el ebből a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Légy irgalmas hozzánk mindnyájunkhoz, e földön feléd zarándokló tulajdon népedhez, hogy az Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal, a dicsőséges vértanukkal, Szent Benedek atyánkkal és minden szenteddel együtt részesei lehessünk az örök életnek, s a te fiad Jézus Krisztus által magasztaljunk téged. Hiszen ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ezzel bemutattuk a legszentebb áldozatot. Maga megváltó Jézusunk adta kezünkbe keresztfán föláldozott testét és vérét, hogy itt a Szent Mise kenyerében és borában fölajánljuk a mennyei atyának, és ezzel méltóképpen megdicsőítsük őt. A mennyei atya így egyként szent fia kereszt áldozatával, a mi Szent Mise áldozatunkat is elfogadja, és bennünket is elfogad gyermekeinek. És most az áldozati oltárhoz hív, hogy a szent áldozásban saját szent fia testével tápláljon minket az örök életre. Erre készülve magával Jézussal az ő isteni tanítása szerint mennyei atyánkhoz most így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s megváltónknak, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad búcsúzóul apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Könyörögve kérünk, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg egyházadat szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, ki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntjétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor.
Isten báránya. Isten báránya. Isten báránya. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűnét. Boldogok vagyunk, mert minket is meghívott asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az élek. Krisztus teste és vére, őrizzen meg minket az örök életre. Titka, misztériuma, hogy az átváltoztatás során az ostya és a bor valóságosan Krisztus testévé és vérévé válik. Ezt veszi magához a hívő ember. Így egyesül Krisztussal. Ez a személyes találkozás a Szentmise legkitüntetettebb, legbensőségesebb pillanata. Aranyszájú Szent János így imádkozik. Hiszem, Uram, és vallom, hogy Te vagy valóban Krisztus, az élő Istennek fia, ki a világra jöttél üdvözíteni a bűnösöket, akik között első én vagyok. A te titkos vacsorádnak részesévé fogadj ma engem, Isten fia, mert nem mondom ki ellenségeimnek a titkot, sem csókot nem adok neked, mint Júdás, hanem mint ama gonosztevő megvallak téged. Emlékezzél meg rólam, Uram, midőn eljössz a te országodba. Emlékezzél meg rólam, uralkodó, midőn eljössz a te országodba. Emlékezzél meg rólam, szent, midőn eljössz a te országodba. Ne váljék, Uram, ítéletemre vagy kárhozatomra a te szent titkaidban való részesedés, hanem lelkem és testem meggyógyulására. Hiszem, Uram, és vallom, hogy ez, amiben most részesülök, valóban a te valóságos és legtisztább tested, s a te valóságos elevenítő véred. Kérlek, add, hogy ezeket méltóan vegyem magamhoz, bűneim bocsánatára, s az örök életre,
Amen. Könyörögjünk, kérünk mindenható Istenünk, add, hogy éltető kegyelmed erejéből mindig boldogan szolgáljunk neked, Krisztus, ami Urunk által. Közöljük a kedves hívekkel a következőt, hogy ezen a héten pénteken, január 26-án nagy ünnepünk lesz, este a 6 órai szentmise keretében diákonussá szentelik Ipoly testvérünket. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Szentmisénk ezzel véget ért. Induljunk a világ megszentelésére, Krisztus békéjében. Istennek legyen hála! Ezzel véget ért, induljunk a világ megszentelésére Krisztus békéjében. Istennek legyen hála. Ezek a pap és a hívők búcsú szavai. Köszönöm figyelmüket, hogy a harmadik évközi vasárnapon velünk ünnepeltek. Köszönjük a ciszterci rendnek, a templom papjainak, elsősorban Büchner Ákos előtt plébános, paptestvéri szeretetből és szolgálatból fakadó segítségét és vendéglátását. A mise közvetítés alatt a Szent Alberik kórust hallották.